Mindenkit szeretettel üdvözlök. Íme egy kép szerény személyiségemről. Nacsa Sándorról, aki 1948-ban született. Itt édesanyám látható, édesapám idősebb Nacsa Sándor. Valamikor az 1956 utáni évek egyikéből. Apropója ennek, hogy most ezzel indítok, ez a saját 500 éves Nacsa történetem, amely egy, hát már 2014 óta létező webhely, a Magyar Hon, melynek a mottoja életminőség és emberiesség, legyünk harmóniában egymással és a természettel. 19-ben, 2019. október 7-én tettem közzé azt, amire én magam is csak akkor jöttem rá nem régen, hát hogy bizony családom 500 évre visszamenőleg. Ugyanis hát itt van egy olyan 500 éves dokumentum, amiből kiderül, hogy a Szeged alsóvárosban lakó 180 akárhány családnév, porta, milyen neveken futott. És hát itt látható, hogy itt van Szécs is, ami az anyám oldala, és Nacsa is. Sárkány és sok minden más, Börcsök, akiket még én a gyerekkoromból emlékszem, meg Bite is van, akiről kiderül, hogy hát ő bizony nem német, hanem hát bizony ő magyar, ennyit erről tehát. Ezt egy Bálint Sándor nevű ember, néprajzkutató, aki Szöged népéről erősen foglalkozott, tette közzé, és már ő sem az első volt ezen a téren. Ennyit arról, hogy én mennyire vagyok magyar, mert hogy ezt van, aki most megkérdőjelezte. Hát annyira vagyok magyar, hogy nem elég, hogy 500 éven keresztül ez a gyökér, ez a Szeged alsóvárosi gyökér, ez működött, nem utolsó sorban, nagyon lényeges. A jó szél, még ennél is sokkal szélesebb környezetben az egyedüli település volt, amelyik túlélte a török időket. És miért tudott túlélni? Hát azért, mert ugye eredetileg ez egy királyi szabadváros volt, majd a szultán alatt ugyanúgy szabadvárosi státuszt élvezett, és ezzel megfelelően tudott élni. Így tudott tulajdonképpen ott túlélni egy magja a magyarságnak. Hát ilyen értelemben én nem tulajdonítok ennek kösebb jelentőséget, de minden esetre tény, hogy hát, ez valószínűleg ez egy ilyen ős-magyar közösség volt, akárhogy is nézzük. Na már most onnan aztán kirajzottak, és így kerültek például Makóra, a nacsák, ahol aztán nagyon elszaporodtak, ott nagyon sok nacsa élt, aztán hát persze már az utóbbi évszázadban ők is hát vándoroltak az országba különböző okokból, így apám is onnan elszármazott, édesanyám egészen Franciaországig jutott, de nem Makóról, hanem Szegedről tulajdonképpen, ahol született, és onnan tért vissza közvetlenül a II. Világháború kitörésekor. És hát, hogy ennek mi köze van én hozzám, ezt majd mindjárt látni fogják. Most pedig ugorjunk arra a helyzetre, ami miatt ezt a videót egyáltalán elkészítettem. Itt van egy harkovi úriembernek, egy civil lakosnak, aki magát Avtokránovsiknak, vagyis autódarusnak mondja. Az aktuális napi beszámolója, ez 3 órával ezelőtt ugye készült, vagy tette közzé, március 7-én. Nézzünk csak ebbe bele. Én kérem, meghallgattam ezt már, tehát ezért fogom, és fölgyorsítom maximálisan a sebességét, hogy ne kelljen nekünk ennyire hallgatni. Akit érdekel, az majd itten én kétszeresére fogok gyorsítani. És közben pedig elmondom azt, amiről ez szól. És közben figyeljék, kérem szépen Harkovnak az állapotát. A lényeg az, hogy itten a helyzetet ő úgy írja le, hogy a városból sokan elmenekültek,
két ismerőséről is beszél. Az egyik ismerőse az vonattal ment el, és jutott Lembergig, Lvovig, ahol valami horribilis áron tudott bérelni egy átmeneti egy éjszakára egy szállást. Kisgyerekkel mentek, és hát azért szerencsével járt, mert legalább ki tudott utazni tovább Lengyelországba, ahol aztán fogadták, és gondoskodtak róla, meg a kisgyerekről. Tehát a menekülés ellenére egy, hogy is mondjam, egy idézőjelben, tehát sikertörténetet hallottunk ettől az autódarusról. Egy másik ismerős azonban nem járt ilyen jól, mert az kocsival hagyta el a várost, és hát nem messze Poltáváig jutott, ami még Kijev magasságában sincsen, és ott olyan dugók vannak, hogy az valami hihetetlen, arról nem is beszélve, hogy a dugók azok a továbbhaladást folyamatosan akadályozzák, és közben fogy az üzemanyag ára pedig a kétszeresére emelkedett a korábbiaknak, és nem mindenütt van. Például itt út közben is majd eljut egy olyan helyre, ahol itt egy töltőállomás, benzinkút van, de hát nem tud vele tulajdonképpen élni ő maga sem. És ennek kapcsán elmondja azt, hogy az édesanyja mennyit öregedett ez alatt a néhány nap alatt, éveket, és hát elég borzalmas a helyzet. Például ilyen értelemben nehéz a helyzet, már nagyon kevesen vannak. Na most én azonban itt most meg is fejezném, csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy azért vegyék észre, hogy ugyan a bombázás címszó alatt megy ez a videó, de tulajdonképpen azért a bombázásnak itt nyomát se lehet látni, csak ez azt jelenti, hogy Harkova, ami már nagyon régóta körbe van véve, tulajdonképpen csak egyes helyeken áldozata a bombázásnak. Ez pedig arról árulkodik, akár a nyugati propaganda a képei alapján ezt valaki másként így gondolja, hogy az oroszok rendkívül körültekintően alkalmazzák a repülőgépeket, meg egyáltalán a tüzérséget, a rakétavetőket, és így tovább. Mert hiszen tisztában vannak azzal, hogy miután ugye legyőzik az ukrán hadsereget, utána nekik itten arról kell gondoskodni, hogy megtörténjen a leszerelése az ukrán hadseregnek, és nem utolsó sorban pedig, ez a legfőbb cél, az egész ország denacifikálása, tehát a nácizmustól való megszabadítása. Ez viszont nem lesz korán sem egyszerű. Ennyit erről, le is állok ezzel a videóval itten, kérem szépen nézzék a... Folytatásként egy másik videó, amely már arról szól, hogy 7-én, tehát ugyanaz nap, az ottani idő szerint 9 órakor, ez moszkvai idő adott esetben, hogyan számol be a fronthelyzetről, a háborús fronthelyzetről, egy ottani videoblogger, egy orosz videoblogger, aki a VSU, tehát az ukrán hadseregnek a taktikáját mutatja be az erős és gyenge oldaláról egyáltalán. Hát indítsam el ezt a videót a továbbiakban. Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 7 марта, и сегодня в своем первом материале я хочу сразу ответить на массу вопросов, которые мне задают, и заодно внести ясность в очень важный вопрос. А именно, как построена тактика обороны страны со стороны ВСУ? Почему это так важно? Потому что непонимание вообще, как все это работает, хотя бы на самом простом элементарном уровне, вносит в сумятицу ряды. Как относиться к тому или иному удару, контрудару, чем это вызвано и когда все это закончится в том или ином регионе. Вот сейчас... Ez az az első kép, amiről csak bemutatja azt, hogy egy helyes taktikát dolgozott ki az ukrán hadseregnek a vezetése, nevezetesen ilyen megerősített körzeteket alakítottak ki. Itt látni lehet, hogy 3 ilyen körzetet, ezek mind délen vannak, mégpedig ugye itt van Herson, ami szintén eredetileg egy ilyen körzet volt, amíg elsőként ez sikerült az orosz hadseregnek legyőznie. Egy másik ugye itt Novaja Kahovkánál, meg a másik egy Nikolajevkánál, és a harmadik pedig Odesszába. Tehát látszik, hogy itten Herson volt az első, és ott már ugye
sikerült ezt a megerősített körzetet meghódítani. Tulajdonképpen nem nagy veszteségek árán, tehát itt bejött az orosz hadseregnek az a taktikája, hogy maximálisan igyekszik megkímélni a civil lakosságot. Ez viszonylag, és természetesen még az ukrán katonák életét is, ez az igazság, ez nem propaganda. Тылам противника короткие резкие удары и отходить на исходные рубежи. Именно по этой причине вот те контрудары, которые, например, сегодня производят укрепленный район Николаева, они такие короткие и они в целом не имеют никаких стратегических последствий. Elmúlt kis rövid időben ugye hallottuk az ő elemzését arról, hogy ez a bizonyos körzet azonnal megsemmisül, és így, mivel nem Herson volt ennek a központja, hanem Novaja Kohanovka, vagy Kahovka, igen. Abban a pillanatban ugye az ilyen erősített körlet az egyből megnyílik, és hát tulajdonképpen tovább lehet menni. Tovább is mentek egészen itt a Juzsno-Ukrajinszkig terjedő, vagy annak a központban, Juzsno-Ukrajinszkban lévő következő körletig. Voznyeszenszket vették célba, és pont itt történt tegnap az, hogy a körzetnek a központjában lévő ukrán erők, azok tulajdonképpen ilyen nem nagy távolságra, mondjuk 20 kilométer távolságra ki tudtak törni, és úgymond megtámadták az ottani orosz erőket, akik odáig jutottak, és tulajdonképpen utána rögtön vissza is vonultak. Ez a taktikának egy másik eleme, hogy egyszerűen úgymond az orosz repülőgépek ne tudjanak beavatkozni az ilyen kirohanásokba. Nézzük tovább. Двух областных центров. Чернигов и Сумы. Да? Чернигов жестко блокирует, жестко обстреливает, а Сумы по большому счету никто не трогает. Один раз зашла российская колонна, выбрала училище, зачистила все, что там было, и убедившись, что далее из города нет никакой не исходит никакой серьезной угрозы, она оттуда вышла, а последних несколько ударов, которые были... Ugye Csernyigov és Szumő esetében, ahol szintén ilyen erősített körzetek voltak, ugye azokat már ugye körbevette az orosz hadsereg, és tulajdonképpen ilyen körlet volt a Konotop körüli körlet is, azonban Konotopban sikerült megállapodni, és tulajdonképpen feladták a pozíciót az ottani erők, és hát ezzel tulajdonképpen az orosz taktikának a lényege, hogy egy olyan ellenszere az ukrán taktikának, hogy ilyen módon ezeket az erősített körzeteket, ha más nem így Csernigovban erős, hogy is mondjam, légi erő bevetéssel, de nem a civil lakosság ellen, hanem amennyire lehetséges azon kívül, leküzdjék. Ez most már Szumőben is zajlik. Itt pedig az a bizonyos Harkov, amit az előzőekben láttunk, ugye itt látszik, hogy itt még van ellenállás, de láttuk az előző videóból, hogy tulajdonképpen ez az ellenállás ezért a város nagy részét nem is érintette, tehát kínosan ügyeltek erre az oroszok. Ez pedig ugye a Donyec medencébe zajló front, ennek a képe, ennek az úriembernek az előadásában. Azt hiszem, itt elég is lesz, tehát itt nagyjából látjuk, hogy hogy zajlik itt a háború. Ugye Odessa is egy ilyen megerősített körzet, nyilván délen ennek az elfoglalása, az egész tengerpartnak az elfoglalása a cél. És hát a Donyec medencébe pedig ugye a bekerítése, az itt felsorakozott az ukrán hadseregnek felét, harmadát, meg a nacionalistákat, akik nem kevesen vannak, azok önálló, hogy is mondjam, zászlóaljakban vannak szerveződve a fasiszták, az új fasiszták. Tehát így, és hát Kijevben még ugye be se zárták a gyűrűt. Ennek többek között az az oka, hogy akit csak gondolja, az meneküljön. És ugye hát itten a menekülés az zajlik is. Ugye Lemberg Lvov irányába, abban a bizonyos Harkovi videóban, ami szintén mai videó, ma reggeli, ugye látszik, hogy csak Poltaváig jutott el az a család, amelyik egyáltalán itten gépkocsival akart
eljutni, akik ezzel szemben vonattal, azok már ma már Lengyelországban vannak, tehát egy éjszakai lembergi állomás megszállás után, vagy éjszakai szállás után ugye már átjutottak Lengyelországba. Nyilvánvaló ez ebbe az irányba a mi magyar területeinkre ez nehezebben halad, de ott felénk is jöttek természetesen meglehetősen sokan, sokkal többen Lengyelország irányába. És az oroszok azt mondják, hogy aki gondolja, az meneküljön, sőt olyannyira, mivel kénytelnek voltak bejelenteni a tegnapi nap során, hogy ettől fogva a katonai célú gyárakat és egyéb ilyen dolgokat is bombázni fogják, hogy a ilyen üzemek és gyárak környékén lévő lakosok, azok ezt meneküljenek el onnan a távolabbi házakba, hogy ne szenvedjenek kárt, ennek is hírt adtak. Ennyit erről, a tovább bőrmérben áttérnék a videóm lényegét tekintő részre. Eközben mit látunk Magyarországon? Hát itt van egy eléggé jellegzetes megnyilvánulás, a Mandiner hasábjai jelent meg. Ettől a drága úri embertől, hogy kedves, agyatlan, gerinctelen és gátlástalan fideszes csőcselék. Hát csőcseléknél már jobban nem is lehetne minősíteni azokat, akik úgymond nem értenek egyet a nyugati propagandával. Ez a bizonyos Dániel Péter, ez aztán jól megmutatja, hogy az, aki akkor Rákosi volt Sztálin pincsje, ahogyan most Orbán pedig Putyiné. Hú, de borzalmas dolog. Nagyon megható a Putyin iránti feltétel, egy ralöngásatok, de azért én felhívnám a figyelmet néhány apróságra. Putyin a véreskező diktátor megtámadott egy szuverén államot, nem ismerős ez nektek, lehet, hogy elfelejtett 2905 véres eseményei. Azt értem, hogy ennél a résznél ti mind hiányoztatok a törőre, na de elég fura, hogy 1848-as magyar szabadság lett. Képzeljétek, végül is azt is az orosz hadsereg verte le és folytatta. Rémlik még valami a derűs sztálini időkből? Emlékeztek még a Mánenki robotra, a gulágja, a KGB kifejezésekre? Tudjátok, akkor Rákosi volt Sztálin pincséje, ahogyan most Orbán pedig Putyiné. Putyin főérve a gyanázatos katonai agresszió Ukrajnában sok szélsőjobbos elem is NATO-tag akar lenni. Ezzel kapcsolatban egy rossz ilyen Magyarországon is sok szélsőjobbos figura a teljes igénye nélkül, mi az ángárdisták, betyársereg, 64 vármegye, góly motorosok és néhány tízzer neonáci fotóhuligán, és már tagja a NATO katonai szövetségnek. Szóval ezen logika mentén Ukrajna után majd Magyarországot is meghámhatja, majd Putyin nem teszi meg. Tudjátok, hogy miért? Mert a NATO nem tűrné és megvédeni Magyarország. Na, ezt a védelmet szerette volna megkapni az ukrán nemzet is. De Orbán Viktor aljas vétói miatt ez nem történt meg időben. Putyin pedig megtámadta Ukrajnát, és ebben bizony ukrán Orbán Viktor és Fidesz bandája is vastagon bűvös. Egyébként, amikor józan demokraták, lásd őt és a hasonló embereket, hogy Putyin őrült, elmebeteg, tébolyodott, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy ugyanilyen véreskező gyilkos volt már hatalomra kerülése pillanatában. Emlékezzünk a csecsenföldi vérengzésekre, grozni szörnyek bombázásra, több tízezer csecsen civil meggyilkolására, csecsen katonák kínálzására és kivégzésre. Jussanak eszünkbe az ellenzéki politikusok és újságírók elleni hidegvérű gyilkosságok. A Magnyitszki ügy, ne feledkezzünk meg a moszkvai, volgodonszki és bujnanszki lakóépületek ellen elkövetett robbantásos terrorakciókról, amelyeket Putyin szervezett a saját népe ellen is, amelyek során több mint 300 orosz állampolgár vesztette az életét. A moszkvai Dubrovka, és így tovább. Nem folytatom, borzalmas. Íme három legutóbbi videó, melynek a továbbiak szempontjából jelentősége lesz. Először is itt van a 2022. február 15-i nyugat által keltett ukrán polgárháborúból lesz a világháború? Kérdőjel. Ezt követte 4 nap múlva, február 19-én az Olaf Scholz
Kettős pont, Donbass genocid? Lächerlich, ridiculous, smishno, nevetséges? És végezetül jött 26-án, két nappal azután, hogy elkezdődött úgymond az ukrán háború, egy búcsú videó. Alkony, búcsú, ukrán háború. Mik az előzmények? A látogatottság ma március 6-án legnagyobb az Olaf Scholz videó esetében. 569 nézettség. Ezután következett ez az alkony búcsú ukrán háború előzmények, s a többi 65 nézettséggel, 65-ös nézettségszámmal. És végezetül 53 nézettségszámot ért el a nyugat által kettett polgárháborúból lesz a világháború kérdőjel című videó. Ezután következett tinédzserkori kebelbarátom, Varga Papi László Facebook oldalán egy bejegyzés már az ukrán háború megindulása után három nappal. Tehát a legutolsó videó megjelenése után egy nappal. Amiben közzétette, megosztotta Parászka Boróka, ha elolvassuk a tartalmat, kiderül egy erdélyi hölgy, azon megjegyzése, amit ez takar. Háborúk a posztszovjet térségben. Erről egy vélemény. A véleményről én persze rögtön megírtam azt, amit ezután erről meg kell mindenképpen írnom, meg kellett. Teljes tájékozatlanság. Akikre forrásként hivatkozik, azok mind a nyugati mainstream propaganda sztárjai. Eközben a nyugat már a teljesen leszerepelt emberiességből. Ezt a szót külön aláhúznám, emberiességből. Ennek legutóbbi példájára kénytelen voltam egy röpke videóban felhívni a figyelmet, ez az a bizonyos Olaf Scholz videó. Mindenki elgondolkozhat az ebben foglalt képi mondanivalók mély üzenetét. 10 nap alatt már 302-en tették meg. Ugye ez majdnem azóta felszaporodott a duplájára. Egy megjegyzést kaptam. A prezident helyett természetesen a chancellor, azaz a kancellárt kellett volna írni a hozzászólónak. Ez idézett ugye a megjegyzésből, as president of the country who committed several genocides, among them on Russians, 28 millions, Belarusians over one quarter of the entire population, Jews, etc., Scholz should have held his tongue rather than claiming ridiculous. Azaz, az ország elnökeként, ugye kancelljáraként, aki számos népirtást követett el, mert a Németország, köztük oroszok, 28 millióan, fehér oroszok, a teljes lakosság több mint egynegyede, zsidók, stb. Ellen, Scholznak inkább be kellett volna fognia a száját, mint nevetségesnek állítani. Ezt egyébként egy szlovéniai illetőségű személy tette közzé. Na erre kaptam ettől a Varga Papi László egykori kebelbarátom, tinédzserkori kebelbarátom látogatottsági köréből egy István K. Sakása István részéről egy megjegyzést, amiben csak jelzi, hogy orosz propagandát folytatok. Nem tudom, melyik országban nőttél fel, de ha az oroszoknak hiszel, az több, mint szánalmas. Esetleg menj el is, na hát ez aztán végképp megdöbbentett, és elnézést a kifejezésre, húgyozd le a 48-as és 56-os emlékműveket is. No meg, hadd kérdezzek már valamit, magyarnak tartod magad? És szerinted Nagy Imre ellenforradalmár? Esetleg, ha kitekintenél Orbán meg Rogán valagából, micsoda szóhasználat, akkor nem beszélnél ilyen marhaságokat. Jelzem, no, itt egy fenyegetés. Csehországban az ilyen propagandáért 3 év jár. Itt majd kiteszem a videóban ezt a bizonyos Olaf Scholz videót, tessék megnézni, hogy ez egy ennyire orosz propaganda lenne.
egyáltalán mennyire az oroszokat támogatja. Na mindegy. Lényeg az, hogy erre csak ezt tudtam reagálni. Szegény, szerencsétlen. Kása István, mivel ezt írta, itt mindenki így látja? Zárójelben, mielőtt bármit reagálnék. Ugye, és itt megismétlem az egészet. Ez volt ugye 5 napja. És kérem szépen, hát 4 nap elteltével, ugye itt lehet látni, ez volt 5 napja, és itt 1 napja tettem ezt közzé. Ezek szerint minden itt lévő egyetért Kásával. Ti valamennyien ezért teljesen szerencsétlenek vagytok, és szerencsétlenségetek keserű levét velem, és mindenki mással együtt óriási fájdalmak, és általatok teljesen elképzelhetetlen történések formájában fogjátok megélni. Sajnálom, hogy így lesz, mert egyetlen ember sem azért született a földre, hogy ilyen szenvedéseknek legyen kitéve. Számomra pedig változatlanul csak egyetlen alapérték az igazán fontos, az ember nagybetűvel és az emberek közötti emberiesség csupa nagybetűvel. Az, amire sajnos nem vagytok per pillanat képesek, ha az általatok egyetlen igaznak vélt, civilizációs körön kívüliekről van szó, és például az orosz civilizációs kört. Számomra ezek után már csak egy felvetés, Kása felvetésre kellene választ adnom, miszerint hadd kérdezzek már valamit, magyarnak tartod magad? Ezt a választ persze csak abban az esetben fogom megadni, ha legalább egy, ismétlem legalább egy így csupa nagybetűvel, ember így kisbetűvel akad, aki szeretné megismerni az általam erre adandó választ. Addig is a következő videót ajánlom figyelmetekbe, amiből bőven megismerhetitek teljes válaszomat, mégpedig annak legalább az első 17 perc, 40 március perces első részében. Ez a bizonyos alkony, búcsú, ukrán háború előzmények, február 26-i videó. Tehát az itt Varga Papi László egykori barátom Facebook oldalán zajló ütésváltás, idézőjelben részemről ez nem ütés, előtt 1 nappal. És kérem szépen, mivel erre nem kaptam jó ideig semmiféle reakciót, viszont ezzel szemben megjelent március 4-én egy bejegyzés magától Varga Papi Lászlóról. Egy térkép, hogy micsoda háborús bűncselekmények zajlanak Ukrajnában. Óvodát ért bombatámadás, bölcsődét és óvodát ért kazettás bomba. Oké. Ez tehát egy normális dolog, ezt 44-en találták. Így volt 20 hozzászólás és 7 megosztás. Többek között ilyenek, hogy atomerőművet ért támadás. Valójában ez se igaz. Mert az atomerőművet nem az oroszok támadták meg, hanem ukrán nacionalisták, miután az oroszok körbevették az atomerőművet, pontosan biztonsági okokból, speciális alakulatok, és ugyanúgy, mint az egykori csernobili atomerőmű veszélyes körletét, az atomerőműbe változatlanul tovább dolgozó ukrán személyzettel együtt működtetik. És ekkor jöttek az ukrán nacionalisták, akik valami szabotázs akciót akartak végrehajtani. Ez természetesen az orosz katonák, akik őrizték kívülről az atomerőművet, ezt megakadályozták. Így csak egy az atomerőmű körletén kívüli, és ez nagyon lényeges, továbbképzési központot tudtak felgyújtani ezek a nacionalisták, miután elmenekültek, de a végén őket egyébként utolérték és hát elintézték. Kérem szépen, itt tehát egy alapvető csúsztatás van, ami viszont ez kőkemény nyugati, nem csak ukrán, egy nyugati propaganda. Ez senkit nem zavart. Egyedül Csepán, vagy Szepán Lajos, elnézést, ha nem jól érteném, ejteném, írta azt, hogy és önök mindent tudnak már, mint amit a nyugati sajtó és média leközöl. A valóságot azok tudják, akik ott vannak, de önök mindent is tudnak.
Hát ezt én ugye láttam már, és ekkor tettem ismét közre, hogy addig is, amíg kiderül, hogy az engem ért szemét vádak legalább egyike, miszerint hadd kérdezzek már valamit, magyarnak tartod magad, érdekelni az itteni közönség legalább egy tagját, csak arra kérnék mindenkit, hogy hallgassák meg ennek az ukrán nőnek mindössze 3 perces felhívását, ami az egész emberiségnek szól, így elvben nektek is. Most én itt hagyd tegyem ezt közzé, ilyen formába, ezt a 3 perces megszólalást. És akkor legyen a téma Ukrajna. Minden ember elmondja róla a véleményét, mindenki Ukrajna szakértő lett, aki az életben nem járt Ukrajnában, még az is tudja, hogy mi van Ukrajnában. Igen, ott születtem. Nem tudok véleményt mondani a háborúról, amit szintén sok ember megtesz, úgyhogy már 10 éve nem él Ukrajnában. Én lassan 20 éve nem élek ott, és ennek is megvan az ok, hogy miért jöttem el onnan. A másik meg az, hogy nem Ukrajna háborúzik, és Putyin nem Ukrajnát akarja tönkretenni. Ő meg akarja védeni, hogy ne csatlakozzon a NATO-hoz. Ha mindenki utána néz, pont az a célja ennek az egésznek, hogy Putyin ellen uszítják az egész Európát. Azért, hogy világháborút robbantsanak ki. Hát nem értitek? Utána kéne olvasni. Putyin csak védi magát, az országát, az embereket. És nem egyik napról a másik napra ment át Ukrajnába, hanem 8 év türelmi ideje is volt ennek, és amikor a pohár betelik, akkor betelik. És itt igazából Putyin jogosan jár el, amit senki nem akar megérteni, mert csak az orráig lát. Miért nem néztek utána az információnak? Ukrajnában már nem most kezdődött a probléma. Ukrajnában legalább 30 éve probléma van. Tudnék egy csomó mindent mesélni. Az én szüleim az egész életük munkáját hagyták ott, és még háború se volt. A kétkezük munkáját, van egy kertes házunk, meg volt mindenünk. Azt mondta az apám világ életében, hogy papnak nem jönne Magyarországra, most évek óta Magyarországon él. Szerinted ez ok nélkül történt? Ilyen korrupt országot még nem is láttam életemben, mint Ukrajna. Bármit meg lehet vásárolni, bármit meg lehet tenni, és ez kicsiben. Elgondoltátok, hogy ez milyen lehet nagyban? Ukrajnában nincsen semmi, se fegyverek, se pénz. Ezt nem ők finanszírozzák, a háttérben nem ők állnak. Igazából van, akinek nem tetszik az, hogy Putyin nem akar neki behódolni. Elkezdték a koronavírussal. Milyen érdekes, a koronavírus eltűnt a francba. Hova tűnt el? Ezen elgondolkozott már valaki? Közben a háttérben meg építik ki a rendszert. Mindenkit nyomorba fognak dönteni? Európát ráúszítják Putyinra, az kitör a világháború. Ezen kéne elgondolkodni. Az ártatlan emberek halnak meg. Persze, az ember sajnálja, de azt is meg kell nézni, hogy mi van a háttérben. Putyin nem az embereket akarja leölni, hanem megvédeni magát. Igazából most már nekem is betelt a pohár, hogy az ukrajnai szakértő lesz minden covidos szakértőből. És közben senki nem nézi meg az információt, hogy mi miért történik, hanem szidja itt Putyint, meg mindenki egymást. Ez nem így van, olvasni kell utána. Hát kérem szépen, ez önmagában drámai, hogy mondjam azt. És a szemét vádakkal kapcsolatban pedig lássátok ezt az itteni reakciómat. Ugye ez utalása már ismertetetre. Itt szerencsére egy napja Kádár Miklós megköszönte azt, hogy megjelentettem ezt a videót. Itt lehet látni őt. Megnéztem, nekem úgy tűnik, hogy ő a határőrségnél dolgozik, nem értelemszerűen ezt nem nagyon afisírozza. Bizonyos képekből és egyéb információ például ebből lehet erre következtetni. Ezt én már eleve olybá vettem, hogy hát egy valaki legalább ember az itt lévő sok száz ember közül, akik már mindent az ég adta a világon, ami a nyugati propagandának megfelel, lelkesen támogatnak, lájkolnak és így tovább. De hamarosan ezt észrevette Csepán vagy Csepán Lajos is, akiről ugye is már itt ezen a fonalon elindultam jó magam ismét,
Ezt végképp már úgy veszem, hogy hát volt legalább egy ember, de inkább kettő, aki ezt a dolgot, hát hogy is mondjam, nem tartja rendén valónak, amit ez a kása megjelentetett. Kérem szépen, ezután ugye itten következik, akit érdekel, az megnézheti a Covid-dal kapcsolatban, és hát Istenem, itt ez megint csak ez a kása. Jól kioszta, hogy kiosztotta most már Kádár Miklóst, hogy szerencsét, hogy csak ide befögöd, és nem az édesanyját hónapok óta sirató baráti asszonynak mondod, mert ő körmeivel mutatná meg, mit gondol véleményedről. Kényszer képzetek gyötörnek, hagyd fel, hagyj fel, ezt kellett volna írni a derékkásának, de hát ő nem igazán magyarul ír. Megszokott a nagy igazságot ismerő oldalak követésé. Jobb lesz neked is, családodnak is. Erre Kádár Miklós írja, nagyon gonosz vagy, stb. Stb. És ez már itt már utána, ugye Kása is hát kicsit visszavonja a gonoszságát, és a lényeg ezt, hogy ezt kicsit erre már reagál Kádár Miklós. A lényeg az, hogy ez aztán tovább folyt, aztán egészen odáig, hogy 21 órája végül Csepán Lajos, mint aki vállalkozó egyébként, és erre majd a végén visszatérek, akkor ön Istennek tartja magát, akár már ki lehet rokonok? Tette föl a kérdést Varga Papi László felé. Ugye, mert hát itt ezen az oldalon, ezen a Facebook oldalon általában az nyilvánul meg, hogy Istennek tartja magát az egész társaság, sok száz ember, hogy csak a nyugati oldalt ismerik el, a többi az mind propaganda, és így tovább. A tényekhez semmi köze, miközben az igazság az, de erre majd külön kitérek, hogy pontosan a nyugati propaganda a legnagyobb csúsztatás. Mindenféle téren. No, kérem szépen, ezek után rátérnék a saját válaszomra arra nézve, hogy minek is képzelem én magyarnak tartom egyáltalán magam. És milyen jogon teszem hozzá a nagy kásához, amit itt el lehet látni. Ezzel indítanék, ez a fedőképe a videónak magának, és ez fejezi ki azt, hogy tulajdonképpen a továbbiakban miről fogok beszélni. Sokat gondolkoztam azon, hogy valójában hogy válaszoljak-e arra a kérdésre, hogy magyarnak tartom-e magam. Végül arra jutottam, hogy két meglehetősen ellentmondásos személyiségét a magyar történelemnek hozom kiindulásként, az egyik Horthy Miklós, a másik pedig Oszta Gyula, és jó magam a velük kapcsolatos tények tükrében is próbálom megválaszolni azt, hogy most én magyarnak tartom egyáltalán magam, és milyen alapon. Mellette itt az Új Magyar Hon nevezetű legújabb webhelyem oldalán, nyitó oldalán látható bejegyzések van, szerepelnek. Ugye itten 18 bejegyzésről van szó, van még további három, még ezt megelőzően, március, 2020 márciusára vonatkozóan, azonban csak ezek, amiket itt most szerepeltetnék. Ez tulajdonképpen rengeteg már önmagában is, mert de ebből százszerékosan láthatja valaki, hogy az utóbbi két év, beleértve a Covid diktatúrának nevezett időszaknak a történéseit, itt tulajdonképpen mindent lefedek. Egészen odáig menve, hogy ugye a legutóbbi időben, ami az ukrán, úgynevezett ukrán háborúhoz vezetett, mit gondoltam mindezekről közzétenni. Szóval van a globalisták és speciális kategóriájával, a globalistákon belül is legfelől szereplőkről, a top globalistáktól.
és így tovább, és így tovább. Na de, kezdjem el a dolgot. Ki legyen magyar? Uszta Gyula? Orti Miklós? Jó magam? Ezt írom meg ilyen szlájdok formájában, 13 szlájd, ez egy különleges szám, életem, mert egészét meghatározó szám egyébként. Hát nézzük az elsőt. Itt látjuk Uszta Gyulát, egyik nyilvános eseményen, egy másik nyilvános eseményen. Ez 1962-ben vezérőrnagy, a honvédelmi miniszter első helyettese és egy szovjet hadsereg tábornokot fogad a szovjet hadsereg fennállásának 44. évfordulójára alkalmazával tartott ünnepségen. Itt pedig már 1970-ben ő a Magyar Partizán Szövetség főtitkára, ennek a székházában köszönti a győzelem zászlaja alatt elnevezésű Moszkvából Berlinbe tartó nemzetközi ifjúsági menetvezetőit és az utol résztvevő veteránokat. Ugye hát, és itt van Horthy Miklós. Őt erről a képről jól ismerni, ez egy kevéssé ismert képe. Na nézzük, milyen képaláírások relevánsak. Ez egy 20-as, 30-as évekből szereplő kép, pontosan a dátuma nem ismert, egy reprodukció, ami az MTI archívumában megtalálható. Ez szintén onnan való, szintén reprodukció, hogy Horthy Miklós, ugye itt kormányzó, itt pedig a nemzeti hadsereg fővezéreként vonul be Budapestre, vitéz nagybányai Horthy Miklós, aki egyébként az osztrák-magyar haditengerészet tengerésztisztje, előtte 14-ig Ferenc József szánsegédje, és ellentengernagyként az osztrák-magyar flotta vezetőjeként szerepel ezt követően a világháborúban, az elsőben. Na már most, ugye azért is választottam én Horthy Miklóst, mert egy gyakran ismételt vád vele szembe, hogy ő arra tört, hogy királyságot, saját dinasztiniát alapítson. Bertók T. Lászró, aki a Konrad Adenauer-Stiftung nevezetű alapítványnál jelentette meg írását, István se lett volna király, ebből való ez a szöveg. Ennek a lényege az, hogy azért kellett Horthy Miklósnak a 6. Károly, ha jól emlékszem, 6. Károly megjelenését fegyveres erővel megakadályozni, mert tisztában volt azzal, hogy a kisantant országok azonnal még azt a kis Magyarországot is felszámolni fogják, amit addig meghagyott nekünk az antant. És ezt megerősítik a Horthy-féle emlékirat azon sorai is, amiben arra emlékszik vissza, hogy 2022. augusztusában lényegében felajánlották neki, nem is lényegében, hát aktuálisan feleltek neki a koronát, és ezt ő visszautasította, pontosan ugyanilyen okból kifolyólag, meg egyébként se akart ő itten alapítani. Mit tudunk azonban Uszta Gyula vezérőrnagyról? Uszta Gyula vezérőrnagy december 3-án, 1956. december 3-áról van szó, egy másik katonai notabilitás, Házi Sándor kiküldésével erősítette meg a kormánypárti pozíciókat Salgótarjánba. És itt a központi direktívák szellemébe fogtak hozzá a rendcsináláshoz. Azaz letartóztattak egy munkástanácsi tagot, aki nem tudja, mi volt a munkástanács, hát az olvasson utána a Wikipédián, ha más nem. Mégpedig nem is azt, akire parancsot kaptak, hanem egy éppen aktuálisan elérhető másikat, mivel az illető, akit eredetileg kellett volna, az tudta, hogy keresni fogják, és ezért elrejtőzött. És akkor ezek után ugye a fogjaikat Salgótarjánba vitték, ahol
a megyei főnkapitányság fogdájába csukták, aminek híre ment, és hát rögtön indultak emberek, hogy kiszabadítsák letartóztatott társukat. Hozzájuk egyre többen csatlakoztak, megindult át egy tiltakozás a rendőrfőkapitányság előtt, és hát ezt látva egy lázas tanácskozás kezdődött, ez egy hiteles beszámoló. Ez a bizonyos notabilitás házi, aki szerintem csak később lett vezérőrnagy, telefonon jelentette a helyzetet Uszta Gyulának, aki a belügyminiszter helyetteshez Tompa Istvánhoz irányította a vezérőrnagyot. Tompa, idézelte elvtárs, nyers hangon figyelmeztette házit, nem azért vannak ott, hogy megrátáljanak. És hát ezt követően történt az, amire ez az írás, ami megmondom honnan származik, így emlékszik meg. 11 óra körül, ugye ez történt 8-án, december 8-án, néhány figyelmeztető lövést a tömegre irányzott sortűz követett, aminek nyomán több tucat ember, köztük nők és gyerekek maradtak holtan a tér kövezetén. A véres salgótarjáni sortűz a szovjet szuronyokkal hatalomra juttatott Kádár kormány brutalitásának lett a szimbóluma. Ezek a sorok Elter Tamás, aki egyébként a Origónak a tudományos rovat szerkesztője, 2020. december 8-i cikkéből származik, mégpedig ennek a cikknek a címe, egy olyan, ilyen címmel emlékszik vissza erre a történésre, hogy kontrollálatlan állami erőszak szabadult rá az országra. Aki ismeri 1956 valós történetét, ez már akkor is ezzel tisztában volt, én is mellesleg ebben az időben már tisztában voltam, ugyan nem a tényleges történésekkel, hogy mi vezetett oda. És pont azért hozom az Uszta Gyula-féle példát, mert itt látható, hogy mennyire csak később derült ki a valóság. Mégpedig igazából a Biszku Béla büntetőjogi felelősségét vizsgáló per során itt erre így emlékszik vissza Földváriné Kis Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának a egyik prominens tagja. Egy olyan atv.hu nyilatkozatban, ami a Szendrői néven kémkedett a magyar külügyminiszter címmel készült, és annak egy kérdése és válasza érdekes ebből a szempontból, a mi szempontunkból. Kérdezték tőle, ha nincs konkrét írásos nyoma az űzparancsnak, akkor mire alapozzák a történészek Biszku büntetőjogi felelősségét? Biszku pártvezetőként tagja volt a legfontosabb politikai döntéseket hozó testületeknek, így az MSZMP ideiglenes központi bizottságának is. Az IKB december elejé, ugye, tehát itt látható, hogy december 3-án küldte Uszta Salgótarjánba házit. Elejé ülésen született meg a döntés az erőszak politikájáról, arról, hogy fegyverrel is fel lehet lépni a rendbontások, idézőjelben rendbontások ellen. Másnap a katonai tanácsba, tehát december 4-én, ahol a pártvezetés is képviseltette magát, nevezetesen Biszku, elhangzik Uszta Gyula hírhet mondata. Gyorsan és kegyetlenül le kell számolni velük. Ezt követően dördülnek el a fegyverek országszerte, összesen mintegy 20 sortűzben. Ismerve a kor viszonyait és a pártalan működésének lényegét, mindezek alapján a legtöbb történés számára egyértelmű. A pártvezetés és benne Biszku Béla felelőssége a sortűzeket lehetővé tévő döntések meghozatalában. Más kérdés, hogy a jogvilága mit tud kezdeni ezekkel a tényekkel. Ez tehát mind egy már teljesen tényszerű visszaemlék vagy megítélés arra vonatkozóan, hogy mit is képviselt 1956 decemberében Uszta Gyula. A későbbi vezérőrnagy, majd azután, hát vagy lehet, hogy már akkor is vezérőrnagy volt, ezt nem lehet tudni, de egy idő után már ugye altábornagy.
Hát így jutottam én el ide, és hagyd mondjam azt, ugye, hogy induljuk így távolról. Tehát, hogy itt volt áprilisban, a másnap első, 2020 áprilisában, a másnap első nyertesei, aki elolvassa, hogy itt a globális átalakítás első hónapjáról van szó. Tehát már önmagában a cím is mutatja, hogy itt az egész pandémia, az elmúlt két évben ránk szabadított pandémia, ez nem valami természetes járvány, hanem egyszerűen ezt valóban rászabadították. Tehát, ha így vesszük, ezt nem lehet százszerékosan bizonyítani, de számtalan közvetett bizonyíték szól erről. De nem is ez a lényeg. És akkor itt már ugye példátlan munkanélkülség az USA-ban, és teljesen elavult adminisztrációs rendszer. Ennek kapcsán nem árt, ha tudjuk, hogy eközben Kínában, ahol a legjobban sikerült ezt a bizonyos rászabadított pandémiát az országban korlátok közé szorítani, és ez persze csak úgy sikerült, hogy a lehető legkomolyabb diktatúrát alkalmazták, de ott ezt az emberek viszonylag jól elfogadták, pedig hát olyan történések van, hogy itt komplett lakókerületeket zártak le azonnal, ha már a fertőzés oda bekerült. És ennek azért, ez azért lehetett, mert Kína sajnos már több mint 150 éve, 180 tulajdonképpen, olyan nyugati, hogy is mondjam, drámai kitettséget szenvedett el a nyugat nyomulása következtében, aminek következtében a belső ellentét, amit ez a két ember testesít meg manapság, mind a kettő a kommunista pártnak két prominens személyisége, az egyik a Xi Jinping, a másik meg a Hu, hát nem tudom, melyik Hu, azt majd meg kell itt nézni. Na tehát érdemes ezzel kapcsolatban ezt elolvasni, hogy mégis mi is van ott Kínában, a maga valóságában. Eközben ugye arról is szó van, hogy ugye van egy válság, ami már jó ideje tart, és hát ebben a témában, mint közgazdász, mert úgymond ez gazdasági válság, hát persze gazdasági válság, de tulajdonképpen az egész nyugati rendszernek a válságáról van szó. Egy Pugácsa Zoltán nevű, nagyon, hogy is mondjam, alapos közgazdász, de alapvetően csak a nyugati doktrinák szellemében, sőt, bizonyos értelemben a hagyományos, szociális, tehát akár Marxinak mondható megközelítésben vizsgálja ezt egy külön betegen. Na, én azt végigvettem, ha ezt úgy megnézik, akkor önmagában nagyon tanulságos az ő írásainak ilyen módon való végigvétele, amit egyébként még videóban is követtem, tehát akinek kényelmes, az videót is megnézhet erről. És hát volt utána egy ilyen, ez már 2020 júniusában, ugye, egy ilyen válságérzékenységben, ugye kíváncsi voltam, hogy erről, amik eddig itt megjelentek, ezek mennyire reagáltak különböző az én kisebb, jóval kisebb körömben, semmint egykori Kebel barátomé. Ez néhányszor 10 főt, akik rendszeresen követik azt, amit én itt végzem. És hát nem utolsó sorban magáról utána a pandémia hatásról van itt egy ilyen megemlékezés, egy külön írásban. Majd ezután jön az, ami ismét visszakanyarodik Varga Papi László Kebel barátomhoz, aki nemes egyszerűséggel már odáig ment, hogy mindazt, amit én az ő webhelyén, az ottan megjelenőknek figyelmeztetésként mindig közzétettem, ezt egyenesen ugye ilyen dolognak minősítette, hogy én egy bálványi vádó vagyok, mit tudom, én már meg nem emlékszem, hogy meg kell nézni, itt ebben a kis szövegben is lehet látni. És erre mondtam azt, hogy mi van? És ezután hívtam föl, mivel sajnos bekövetkezett ugye 2020 szeptemberébe, októberébe talán a bizonyos örmény-azerbajdzsáni háború, és hát kedves Kebel, egykori Kebel barátom még azt is megengedte magát korábban, hogy úgy nyilatkozzon, hogy a magyar kormány az akár, amikor ugye kiadta ezt a Szafarovot nem Örményországnak, hanem Azerbajdzsánnak, a nagyszárvadik,
Szafarov meg ugye arról vált hírhetté, hogy baltával megölte egy örmény katonatisztet, akivel együtt voltak egy magyarországi kiképzésen, és hát ott az történt, hogy az azeri elnök az fogta és nemzeti hősként nyilvánította, ahelyett, hogy bedugta volna a dutyiba, ami az eredeti megállapodás alapján következett volna, hogy a börtön büntetését azeri börtönben töltse. És hát ezután jön az, amit kérem szépen, itt inkább erre hívnám fel a figyelmet, egy alapos vizsgálat van, hogy mi is történik a világban, tessék megnézni. És hát a cím inkább arra utal, hogy önpusztulás, mint Örményországé, tehát hogy itten, akik a nyugati ideológiai hatása alá kerülnek, azok valójában az önpusztulás útjára lépnek. És persze itt megemlékeztem egy Európa furcsa halála, a tömegek tébolya, nem rassz identitás, értsünk ez alatt. Ez már egy kifejezetten ugye az eredeti tevékenységemnek, az informatikának, szoftverfejlesztésnek a megújulása kapcsán egy megemlékezés a aktuális újdonságokról. Majd egy tínédzserkori Kebel barátommal közös emlék a vízióttörőkről való megemlékezés, és utána jön kérem szépen egy olyan, most már orosz nyelven egy megemlékezés, ami, vagy pontosabban felszólalás, azért is született orosz néven, és hát mivel elég gyorsan, gyakran megfordultam különböző orosz forrásoknál, az egyikben azt találtam, hogy valami olyan hihetetlen magyar gyűlölet jelent meg, amiben olyan is mi állítások alapján, hogy ugye ugyan kérem, hát még Magyarország se áll Oroszország mögött, mert hogy a második világháború a magyaroknál kegyetlenebb, még a németek se voltak, kérem szépen, és így tovább. És itt egy a cím is mutatja, hogy Razsiganya nyenaviszi kvengram ikvengri, de imenov rasszénya, itt egy nagy meglepetés. Tehát, hogy gyűlöletkeltés a magyarokkal szemben, és egész Magyarországgal szemben. Hol? Éppen Oroszországban? Hát ennyi kérdőjel. És persze bekövetkezett aztán hamarosan az afgán menekülés, az amerikaiak afgán menekülésének a vége, de ez tulajdonképpen nyugat 182 éves afgán játszmátjának csúfos végét jelenti. Hosszú szünet következett ezután, és november végén jelent meg ez angolul egy bejegyzés, aminek ha lefordítom a címet, akkor az, hogy vérfürdő, ez egy előrejelzés a 2022-es autópiacra vonatkozóan. Ezt direkt úgy írtam, hogyha valaki a Google Translate-en begéperi ennek az URL-jét, akkor magyar fordításban is jól olvasható lesz. Ezt mindig leellenőriztem. Ennél ezt a orosz nyelven ezt nem tettem, de szerintem ott is eléggé jól működik a fordítás. No, kérem szépen, és ezután jött az, amikor egy színe is mutatja, hogy na végre öntsük már tiszta vizet a pohárba, nem mennék én itt bele. Aki mélyebb összefüggésekre kíváncsi, annak ajánlanám ezt a figyelembe. És itt január végén egy, még nem tört ki semmiféle ukrán háború, de már meg lehetett fogalmazni ezt a kérdést, hogy a top globalisták győzelme a washingtoni mocsár felett. Ugye itt meg lehet ismerni azt, hogy vajon mit is jelent az, hogy top globalisták? Kik ők, miben különböznek ők azoktól a globalistáktól, akik leginkább ugye meg a tömegek számára, akik legalábbis érzékenyek erre, ezt a globalizmust, mint vezető hatalmi erő megjelenítik. Tehát ezek valójában olyan láthatatlanok, akik ügyesen manipulálják már az alattuk lévő mindenki által feltételezett globalistákat, így Soros Györgyöt is. Tehát ott egy olyan érdekszövetségről van szó, ami egyébként nem is az elmúlt 100 évnek az érdekszövetsége, minimálisan több száz éve érdekszövetség, egyes kutatások szerint egészen az óegyiptomi időkig megy vissza, de ebből most itt nem érdemes bele menni. Se itt, se egyébként.
Erre nincs se hely, se idő. És itt végezetül legutolsó bejegyzésem, a nyugat által keltett ukrán világpolgárháborúban lesz a világháború. Ugye látod, hogy ezek már mind videókból is kísértek. Egy 1990 körül született ember nem így látja, és azonosul a nyugat bukásával. Itt erről lehet itt pontosan minden információt megtalálni. Nos, itt jön kérem szépen az a bizonyos Scholz videó, azon része, aminek, amely rész itten ebből a képpel indul, ma ami kép utána oda vezet, hogy ugye, négy nyelvű, mint az egész videó, hogy feledés, nem az oroszoknak, Herr Scholz. És ugye három kérdőjellel, Herr Scholz. Ugye tehát tessék megnézni itt már végképp, a figyelmükbe ajánlom, hogy mi volt ez a bizonyos nevetséges, hogy a Donbasszon genocidium történt kijelentés Scholz részéről. És egyáltalán láthatják Scholznak egy 1984-es képét is, amikor ugye nagy, ilyen megújuló az új korosztályt, politikusok új korosztályt jelentő Scholzként jelenik ő meg. Nos, kérem szépen, hova jutottam? Ezt nemrég készítettem, még nem tettem közzé, ez egy új webhely. A skadaplus.wordpress.com, ez majd valamikor március végén legkésőbb meg fog jelenni. De özetesen visszatérek eredeti elfoglaltságaimhoz, amiket tulajdonképpen 2018-ban függesztettem föl, mikor láttam, hogy az oroszok olyan fegyverekkel jelentkeznek, amelyel még nyugat sem, és egyértelmű volt, hogy ezzel nyugatot kenterbe fogják verni, és ez egészen meg fogja változtatni az egész további világhelyzetet. Az elmúlt 4 évet tehát abból kiindulva töltöttem, előtte azonban 4 évig még kifejezetten csak az Ukrajnában történt eseményekkel foglalkoztam már, de más szakmai dolgokkal is természetesen. És itt egy olyan megkeresést kaptam, ami egy SCADA, ez a Supervisory Control and Data Acquisition nevezetű funkcionalitásnak a továbbfejlesztése, mondjuk úgy, ami prototípusként annál a cégnél, ahol engem megkerestek, hogy ezt menedzseljem a továbbiakban, ezt a továbbfejlesztést. Ugye ilyen egy Weidmüller nevű cégnek a technológiáján alapult, ez is egy videó, amit egyébként meg lehet találni a weboldalamon. És itt lehet látni mindenféle kísérő URL-ek formájába, akit érdekel, hogy ez micsoda, milyen alaptechnológiai platform van itt a háttérben. Az apropóját pedig ennek az adja meg, hogy egyértelműen ennek kapcsán is, meg egyébként az autóipar kapcsán is, arra jutottam, hogy Kína, hogy miért lettem én érdekelt személyesen is ebbe a projektbe, hogy én ezt segítsem, hogy Kína 5 évvel nyugat előtt jár a tárgyak internetében, az Internet of Things-ben. És ezt legplauzibilisebb, ben a háromkerekű robogók esete bizonyítja, itt ezek a robogók, amik már 2018-ban oly formában voltak a piacon, hogy távfelügyelettel és így tovább. Amellett egy különleges konstrukció is. Hogy ennek kapcsán az úgynevezett Ultimate Value Proposition már hogyan érvényesült sok-sok évvel ezelőtt, az új fejlesztésekben, mondom, forradalmi fejlesztésekben Kínában. És hát nyilvánvaló, hogy az előzőekből ugye következik, hogy nyugatnak vége, ez most már egyértelműen kijelenthető, ez már csak időkérdése. Persze nem úgy, hogy meg fog szűnni, de az a általános dominancia, az megszűnik. Tegnap kérdezte tőlem egy ember, hogy na, meddig fog tartani ez a úgymond kínai, vagy érte, bocsánat, ukrajnai háború. A válaszom nagyon egyszerű volt, addig fog tartani, amíg a top globalisták
Kal ki nem egyezik Kína és Oroszország, akik egyúttal most már szövetségben vannak, és ennek megfelelően képesek lesznek átvenni azt a világszerepet, amit korábban a top globalisták számára az Egyesült Államok töltött be. Na, itt most azonban visszatérek ezekre a konkrét mérnöki oldalakra, ahova én visszavonulok, a búcsúm is arra vonatkozott. Itt ugye arról van szó, hogy egy nagyon ismert tábla, hogy ha 1784-ig visszamegyünk, ott kezdődött igazából az iparnak, most már 1.0-ásnak nevezett korszaka, amit a gépesítés, a gőzgépek, a szövőgép jellemeztek. És így jöttek utána a továbbiak. Most vagyunk a 4.0-ás korszakban, amikor a kiberfizikai rendszerek, az Internet of Things és a hálózatok. Na most az én egész mérnöki, műszaki pályafutásom tulajdonképpen tökéletesen lefedi ezt az évet, mégpedig oly módon, hogy számomra ennek a korszaknak egy nagyon jól ismert képviselője, az 1804-ben megjelent újítás, az egy Jacquard szövőgép, amely az első olyan gép volt, amit így vezérelni lehetett, ilyen lyukkártyák segítségével. És az igazság az, hogy az én egész diplomamunkám, ami ugye 69-ben kezdődő tudományos diákkör formájában, az ezeknek a lyukkártyáknak a számítógépes előállításával foglalkozott, olyan értelemben, hogy egy megfelelő művészi rajzot kellett letapogatni, és az így letapogatással kapott információt számítógéppel feldolgozni, hogy utána ugye az az információ kinyomtatható, lyukasztható legyen ilyen lyukkártyákon. Ami ugye mind kézi munka volt egészen odáig. 71-ben meg is vettem sikerrel ezt a diplomát. Ez történt egyébként Leningrádban, ma már ugye Szentpétervár ismét, mégpedig egy olyan egyetemen, ami gyökereit tekintve az első egyetem volt egész Oroszországban, azonban akkor már ketté osztva működött, ez foglalkozott a hagyományos iparokkal, textilipar, könnyűipar, stb., mint technológiákkal, és volt egy ehhez képest újabb technológiákkal foglalkozó másik egyetem, a Technologicheski Institut. Na hát én nem oda jártam, hanem ebbe, még úgy is hívták, hogy Institut Textilnoli Jokai Premiusvennosti. A lényeg az, hogy ott automatizálást tanultam általában, automatizás elmélete, irányítási elméletnél viszont olyan tanáraim voltak, akik előtte például cirkáló rakéták vezérlését foglalkoztak, azt fejlesztették. Hát úgy jöttem haza, hogy már ennyire értettem ott az ottani dolgokhoz. Nyilvánvaló, hogy erre nem volt szükség Magyarországon. Hát a textil és könnyűiparnak meg automatizásra végképp nem. És hát majd elmesélem, hogy ez Dani. A lényeg az, hogy ha én visszaemlékszem 1970-től, mert 70-re teszem azt, hogy effektíve szoftverrel is foglalkoztam a diplomunkám kapcsán, 2020-ig terjedően 50 év, mert mondhatok magamnak, és tulajdonképpen a software engineering nyugaton jól ismert tevékenysége, magyarul szoftver mérnöklésnek a meglehetős ismerete van mögöttem, amit ezekkel a mechanizmusokkal, ami az absztrakció különböző egyéb megnyilvánulásait takarja, fejezhetek ki. Ugye itt lehet látni öröklődés, osztály, objektum, becsomagolás, encapsulation, polimorfizmus, ugye? Persze nem csak ezek vannak, hanem van az 5G is, ami meg fogja határozni ezt a most induló ipar 4.0-át. Most teljesen visszakanyarodok, itt látható vagyok én, úgy kb. 10 éves koromban. Korábbi képet nem találtam. Korábbit azért kellett volna találni, mert itt éltem valahol a Kisváb-hegy aljába, az Acsádi utcába, a 13 szám alatt. És az történt, kérlek szépen, hogy amikor a szovjet hadsereg már második hullámba bevonult Magyarországra, nem tudom, Budapestre,
akkor annak a tüzérsége felvonult erre a hegyre, ugye, és innen lőtték az ismert ideológia és ismert jelek alatt a Széna téren védekező Szabó bácsi, jó ismert név, nevében védekező forradalmárokat. Ezek természetesen célzott lövések voltak, tehát nem arra kell gondolni, hogy most az egész környék teljesen rommá volt lőve, de ha hely és idő lenne, akkor mindenképpen bemutatnám, hogy itt egy-két ház például rettenetesen megsérült, vagy például eltalálták tudatosan, vagy nem, a levéltárnak egy részét, stb. Megsemmisültek fontos anyagok. Lényeg az, hogy én, aki itt, ugye, itt alatta voltam, ennek az utcának a felső részén, ez a Városmajor utca itten, ez meg az a Csádi utca, itt ez a kis képecske próbál engem illusztrálni, azt értem meg legalább két napig, hogy itt folyamatos ágyúzás volt, nyomlövedékek, stb. A fölöttünk lakók leköltöztek a mi földszintű lakásunkba, mert attól féltünk, hogy visszalőnek a forradalmárok, és akkor minket eltalálnak. Mondom se kell, hogy ez olyan hatást gyakorolt rám, ami az egész életemet meghatározta. Szüleimnek köszönhetően, akik annyira megbíztak bennem, hogy mindent ezt követően elmeséltek a korszakról, ami érdekelt is, hogy egyáltalán egy ilyen látványos fellépés a forradalom, amit innen követhettem, hiszen itt vonultak a szovjet tankok, például csörgött, stb., hogy ezt lehetett hallani, meg látni. És hát ez egy ilyen grafikus megjelenítése a koncepciós pereknek, ide teszek. De természetesen ezt követően ugye a következő nagy hatás, mert ugye egyértelmű volt, hogy mivel Nyugat nem tudott beavatkozni, még nem is akart, ezt már tudjuk, jól lehet itt a nagyon okos emberek azt mondták, hogy majd Nyugat jön és minden. Hát szerencsére nem jött, mert akkor még nagyobb bajba kerültünk volna. A lényeg az, hogy azért egy idő után, ez 1959. február eleje volt, megjelent információ arról, hogy a 7 éves terv, amit ugye tervezés történt ugye a szovjet rendszerben, nem csak 5, hanem 7 éves ebben az esetben, hogy befejeződik a termelési folyamatok komplex gépesítése, iparban, mert stb., és ezzel párhuzamosan a termelés szélesebb körű automatizálása is szerepelt már. Ezt fogadták el, azzal együtt, ugye, hogy fölőtték az első Sputnikot, stb., majd Gagarin következett, nem most, csak köszönöm 2 évvel később. Nyilvánvaló, hogy ez engem egyértelműen a jövő tekintetében, aki már akkor nagyon nyitott voltam a technológiák és a ipari fejlődés iránt, hát ez engem nagyon megfogott. Ebben az is szerepelt, hogy hát tulajdonképpen rövidesen beérik az Egyesült Államot a szovjet rendszer államai. Valójában ez abszolút nem következett be. Akit érdekel, ugye, hogy miért, az bármit ezzel kapcsolatban kikutathat. Jó magam is ezt kutattam és megjelentettem, de arra most nem szólok. Én csak emlékeztetnék arra, hogy viszont Kínának, aki ekkor még ettől nagyon messze volt, viszont sikerült, hogy hogyan és miként, erről tényleg nem lehet szólni. Itt van például egy robotokkal történő hegesztés esete ugye Kínában. Volt tehát ez, és hát az iparhoz hogyan kapcsolódtam én? Hát úgy kapcsolódtam, hogy a bőriparba. A bőriparral ismerkedtem meg már 15 éves koromban, lévén az, hogy a bőrvegyészetet kezdtem tanulni az akkor rendkívül nívós technikumok egyikében, egy vegyipari technikumban, ahol volt bőrvegyészeti szak is. És 63-ban én egy hónapos üzemi gyakorlaton voltam, az akkor már mégis nevén, még a régi nevén ismert Wolfner bőrgyárban, ami később Táncsicsbőr, és akkor már ugye a 48-as államosítást követően Táncsicsbőrgyár lett. És a lényeg az, hogy 63. júliusában itt voltam üzemi gyakorlaton, ekkor ismertem meg Wolfner cipőgyárát is, amit úgy hittak, hogy Döna cipőgyár. Lényeg az, hogy
Itt azért említem ezt, hogy tulajdonképpen ez az egész államosítás, ami a szovjet égisz alatt és szovjet megszállás következtében jöhetett csak létre, ez elvezetett oda, hogy ma már nyoma sincs ezeknek, mint az egész bőriparnak sem, miközben még a szomszédos Ausztriában is ennek megvannak a ma is túlélő változatai. És hát itt emlékképként itt van egy ilyen régi kép erről a bizonyos teljes Wolfner gyárról, belért a cipőgyár és gépszíjes cipőgyár, egy számla közvetlenül a háború utáni időből 46-ból. Itt, ha valaki ugyanez a területen, vannak bizonyos épületek, amik megmaradtak, ott látható is, hogy ez volt ilyen bőrgyár itt valamikor, de ezen a helyen most már csak egy lakópark van. És hát ezekkel foglalkozik az ilyenféle vizsgálatokkal egy magyar hon, tehát nem új magyar hon, hanem magyar hon, ami értelmszerűen magyarhon.wordpress.com-on van, egy 2014-ben indított, vagy 13-ban indított, hogy is hívják, a Moment mottoja az, hogy legyünk harmóniával egymással és a természettel. És hát itt van olyan is, hogy ez innen, ha valaki ezt az egész történetet, az egyik utolsó, hogy itt megjelent bejegyzésből meg akarjuk közelebbről ismerni, ott megnézheti. Emlékezés az elmúlásra, Memento Mori, világkormányzás és Magyarország 2018 kiegészítő kategória név alatt. Na már most ugye visszaugrunk oda, hogy én valamikor ugye hazajöttem, látva azt, hogy a textil és könnyűiparban semmi esély arra, hogy ott automatizálással foglalkozzam. Mert hát úgy látszott nekem akkor, hogy ugye az automatizás igény leginkább a számítógépeket, hogy akkor két legyetütök egy csapásra. Hát ezek után megkaptam olyan helyeken is segítséget, ahonnan nem is gondoltam, de bátor voltam, bementem például az automatizálási számít kutatóintézetben, és ott a ma is élő Vámos Tibor, hát mondom, Matiz Állam korú akadémikus, végül is el tudott engem irányítani a olaj és kő és gázipari tervezőintézethez, a olajtervhez, ahol volt igény a képesítésemre, és ott dolgoztam tulajdonképpen 2 évig. Most itt emlékként, ugye ez egy korábbi emlék, az AV2 üzem, amit 68-ban adtak át, így néz ki, így egy finomító, nevezetesen annak az a legfontosabb első üzemegysége, a atmoszférikus és vákum desztilláló, ez egy 2 millió tonna per éves. Én természetesen nem csak ezt ismertem meg, hanem különböző számítógépes és tanulmányok miatt az akkor még létező Szőnyi olajfinomítónak, a Komáromi olajfinomítónak, ugye akkor már úgy nevezték, ami még a másik világháború előtt létesült, egyik reformáló üzemét is, amit persze a már a második világháború után léptestettek, amit úgy mond, hogy tudunk-e bizonyos értelemben automatizálni. Azonban térjek vissza ide, hogy milyen automatizálással, ipari automatizálással találkoztam itt. Nyilvánvaló, hogy a maga a kő- és gázipar az alapvetően igényli az automatizálást, mert olyan maga a technológia, hogy ennélkül nem lehetett volna a technológiát már erre a szintre fejleszteni. Itt látható az, hogy a különböző egyedi, egy-egy mérő és szabályozó kör volt különböző helyeken itt elhelyezve, ahol kellett, és azoknak a mért értékeit ugye mutatták, műszerek, ehhez kapcsolódtak a egyszerű szabályozók, PPI-t, amennyibe kellett, és hát ilyen grafikonok is készültek, ilyen öníró berendezésekkel, tehát magyarul visszamenőleg is, ahol kellett, rögzítette a történéseket, a mért értékeket ezen a falon található műszerezés. Fölötte pedig, ez úgy hívták, hogy szinoptikus ábra, itt jelentek meg a technológia képét visszaadó ábrán a különböző jelzések, hát elsősorban ilyen vész és figyelemfelkeltő jelzések. Ugye itt egy nagyon jó, azért is választottam ezt a kép, jól látni, hogy éppen itt valaki az egyik műszert nézi, egyedi szabályzókörről van szó, szóval nyilván azt állította, hogy ott valami nem stimmelt. Ez egy műszerterem önmagában, és itt van, aki a naplót vezeti, az aktuális műszakvezető. Na már most.
Itt a magak, a műszerek nem digitálisak voltak, hanem itt még pneumatikus, tehát a levegő felhasználásról jöttek a mérőjelek, meg a szabályzás is azon keresztül, bár akkor már az olajtervben elkezdődött az elektronikus műszerezés, de még mindig analóg rendszerű, tehát analóg jeleken alakuló, de elektronikus, a könnyű kis teljesítményű jelek, amelyek úgynevezett gyújtószikramentesek voltak, stb. Nem mennék be. Maga a számítógépesítésnek igazából akkor helye csak a vállalat irányításával, pontosan azon belül is a termelés irányítás keretében volt lehetséges. Itt megjelent például az IBM 360/40 nagy számítógép, amiért a későbbi 80-as években széles körben használt Commodore 64-nél nem volt nagyobb sebességű ez a konkrét gép. De most ebben nem érdemes belemenni. Itt az adatok úgynevezett batch rendszerbe voltak feldolgozva, tehát lyukkártyákon rögzítették a termelési adatokat, és utána azt beolvasták, és utána mágnisszalagokra kerültek, és akkor ott a mindenféle szortolások után készültek el azok a nyomtatások, amikkel rajta voltak bizonyos elszámolási vagy bármi más adatok. Na már most, ha egy jó nagyot ugrok, tehát ugrok 20 évet, akkor közben sok minden mást is csináltam szoftverre. 2 évig voltam csak itt, a olajtermével kiderült, hogy egyszerűen nincs perspektíva tekintettel arra, hogy hiába létesültek egyre újabb üzemek, nem csak itt, hanem ugye úgy gyárak is, mint a Tiszai Fiamító például. Ott a számítógépest, ha gépestést ugyan betervezik, de egyértelmű, hogy mire megvalósítás azon szakaszába érkezik, annyira túllépik a költségvetést, hogy nem marad pénz a számítógépekre. Kész. Na, mi? Tehát teljesen szoftver vonalra álltam át. Most, ha gépek szintjén maradunk, mert nagyon lényeges ezt látni, akkor persze én követtem folyamatosan ezt a bizonyos változást, észleltem például azt, hogy ugye mi történt a 80-as években. Így a 90-es évek elején, amikor már ugye megszűnt az állampárt, meg a pártállami rendszer, akkor egy ilyen kis szekrényke méretű géppel tulajdonképpen 20-szor akkor sebességgel lehetett elvégezni ugyanazt a kötegelt feldolgozást a Hungarotex külkereskedelmi vállalatnál. Az addig-addig ott működő COBOL programok, COBOL nyelvű programoknak az átvitelét követően. Ezt eredetileg nem hitték el, de már volt bizonyos hitele az állításomnak, egy önálló cégnek a gründolását követően vállalkoztam én itt az itteni számítógépesítési feladatokra. Persze ezt meg kellett, föl kellett számolnom 93-ban, mert ugye akkor már egyértelmű vált, hogy a magyar vállalatoknak a számítógépesítésére azért nincs lehetőség, viszont mert a nyugatiak egyszerűen vagy felvásárolják, de csak a piacszerzési szempontból, stb. Vagy egyáltalán a piac annyira elvész, hogy maguk is felszámolódnak. Na, tehát itt valahol ez a történet, hogy én itt automatizással foglalkozzak, az megszakadt. Előtte csak nyugaton tudtam egy ilyen automatizási projektben részt venni, ez nagyon eredményesen. Így tovább a software engineering vonalon fejlődött az én tevékenységem, amit itt a nagy dobás, hogy úgy mondjam, az a Microsoft Magyarország irányvállalatánál a fejlesztői platform és SQL szerver termékeknek voltam a termékmenedzsere, illetve a termék és fejlesztői marketingnek a kb. 20 000 magyarországi Microsoft fejlesztő irányába való közvetítés az új technológiának, ez nevezett Microsoft.net-nek. Na már most, hát ennek után ugye itt fontos ezt látni, hogy voltak bizonyos közbenső megoldások is, amikkel ma már nem találkozna, ez Silverlight, ami a Rich Internet Application megközelítés volt, JavaScript-en alapult. Ez ma már azért még mindig jelen van, mert ilyen nyílt forráskódú Sencha nevezetű, de egy magyar cég is például erre alapozza a teljes, hogy is mondjam, szoftver technológiát, és ez elég jól működik, mármint üzletileg nála.
Ha így visszatérek most ehhez az ábrához, és itt ugye kivetítem a dolgokat, és egy teljesebb valamin, akkor csak, hogy lássuk, hogy miről is volt szó a Microsoftnál. Ugye itt azt kellett például, mint úgymond marketingesnek, de ugye itt ne most cukor, vagy üdítők, vagy én mit tudom én, hogy is hívják szerek, marketingére gondoljanak, más ilyen commerce szereknek az értékesítését segítő marketingről, hanem a nagy beruházási igényű platform marketingről. És hát itten, akit érdekel, itten fölismerhető, hogy miről van szó. A Microsoft kénytelen volt ugye egy teljesen új fejlesztők által használt platformot kidolgozni, különböző okok miatt, ami részben az, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium megtámadta őt, és végülis ennek eredményeképpen kénytelen volt egy ilyet erőteljesen előtérbe helyezni. A Microsoftnak tehát a .NET egy szükséges lépés volt, mert ezt várták el tőle mindenféle körülmények között. Végülis egy olyan nagyon általános és legalapvetőbb platformot hoztak létre, amely az első időszakban még csak az akkori idők klient-szerver architektúráját terjesztette ki egy webszolgáltatások dologgal, és ebből aztán végül kinőtt egy teljesen más dolog, maga az Azure. És ebben ugyanaz az ember játszott kulcsszerepet, aki megalapozta a induláskor is már 97 májusában a .NET architektúrát, ehhez csatlakozott később más valaki, aki a Xamarin keretében ezt nyílt forráskódú vonalon is tovább tudta vinni. Én magam pedig ugye ez alatt a 8 év alatt, amíg 2000 és 2008 között a termék és fejlesztői marketing, a fejlesztői közösség felé próbáltam ugye terjeszteni ezt az új platformot. 20 ezer fejlesztőt sikerült ezzel folyamatosan elérni az egyik verzió után a másikkal, megismertetni velük a különböző újdonságokat, ugye ami azért nem volt egy triviális dolog, mert hiszen nem oktatás keretében történhetett már ebben az időszakban az ilyesminek a bevezetése. Sokkal inkább azt kellett kitalálni, hogy egy-egy napos konferenciák keretében a legfőbb újdonságokat egy csapat bevonásával hogyan lehetett ismertetni, kellően felkeltve az érdeklődést irányába, hogy a legképesebb, kapabilisebb fejlesztők, azok maguk is házon belül kipróbálják, és amennyire jónak találják, ajánlják a többi fejlesztőnek, segítsék az ő bevezetéseit is. És ehhez készítettem én egy úgynevezett .NET felkészülési csomag első anyagában már egy 35 perces bevezetőt. Maga a csomag meg a addigi konferencia előadásokat tartalmazta. Ez a kép meg ugye ebből a bizonyos 35 perces bevezető előadásból van, ami egy ilyen kézzel rajzolt prezentáció keretében próbáltak közelebbe hozni ezt a client-server féle megoldást. Most ebből csak mindazt a dolgot akartam ezzel érzékeltetni, hogy az én egész teljes szakmai tevékenységem az tulajdonképpen arra irányult, hogy ez a magyar hon minél jobban fel tudjon zárkózni a folyamatosan előálló egyre újabb szoftver technológiák terén, ezzel a más országokkal szembeni piaci pozícióját erősítse. Én úgy érzem, hogy a magam részéről elég jó eredményeket mondhattam magamének, hiszen ha önmagában csak azt teszem, hogy mivel termékmarketing is a felelősségem köré tartozott, ezzel most Visual Studio, ami egészen a csoportos munkákig terjedően hozott be jelentős újdonságokat az agilis fejlesztés, stb. Vonatkozásában. Az, hogy félmillió dollárról, amikor beléptem 2000-be, 2008-ra, amikor a főállású foglalkoztatásról megszűnt a Microsoftnál, csak két évig és egy bizonyos ideig még utána külsős szállítóként, vendorként vettem ebben részt, de nem kis mértékben. Tehát
Az, hogy az $2 millió növekedett, hát én azt mindenképpen abból a szempontból fontosnak látom, hogy ez nem csak ugye az elvárások, az a Microsoft munkaköri elvárások szempontjából jelentős, hanem egy jó mutatója magának annak a tovább lépésnek, amit ugye a 20 000 Microsoft fejlesztő tudott ennek segítségével a szakmai felkészültség, a jövőre való felkészültség szempontjából egyáltalán elérni. És hát nem kis részben az nekem köszönhető, meg természetesen annak a csapatnak, akit Sharaf Hassan vezetésével az anyagok elkészítésében, az előadások elkészítésében közreműködtek, illetve ezeket megtartották. És hát Sharaf Hassan neve azóta még ismertebb országunkban, hiszen jelen pillanatban ő a Budapesti Műszaki Egyetem egész villamosmérnökkarának a dékánja, és talán még további jelentős szerepe is lesz magán a mi egyetemen belül. Magáról, tehát erről az egész tevékenységről, amit ennek csúcsaként a Microsoft.net vonatkozásában végeztem, azt hiszem, hogy épp eleget mond arról, hogy mennyire fontos dolgokban akartam nagy erőfeszítéseket, újszerűen megközelítve a problémákat megtenni az ország érdekében, és ez sikerült. Ebben az értelemben én nyugodt vagyok, magyarra vagyok, teljes mértékben nem akartam soha külföldre menni, bár erre lett volna lehetőségem, az első feleségem erre folyamatosan kapacitált, ez végül válláshoz vezetett, de ebből se vesztesként kerültem ki, mert megismerkedtem második feleségemmel, akivel viszont egy addig nem is ismert, fantasztikus életünk van mindazóta, gyerekek és így tovább. Tehát ezzel szerettem volna átadni mindazt, hogy mit jelent számomra magyarnak lenni. Az, hogy ez az Uszta Gyulához, Horthy Miklós életéhez hogyan kapcsolódik, az egy teljesen más dolog. Mindenki követel hibákat az életébe, történelmileg meg pláne, minél fontosabb történelmi szerepe volt, annál könnyebben elkövet hibákat. Horthy Miklós esetében nyilvánvaló könnyű azt mondani, hogy óriási hibát követett el, amikor ugye Magyarországot bevitte a második világháborúba. Huszta Gyula esetében azt lehetett mondani, hogy óriási hibát követett el, amikor a sortüzeknek a egyik fő eszmei atya volt, hogy úgy mondjam. De elég legyen nekem csak annyit mondani, hogy azt a tényt, hogy utána nem kis szerepe volt abba például, hogy ha már itten a szovjet hadsereg ideiglenesen elkezdett állomásozni, akkor hát minél több fiatal ember, mint amilyen én is voltam abban a korban, menjen Szovjetunióba tanulni, ismerje meg az orosz civilizációt, mivel ez rendkívül fontos egy olyan országnak, hogy ki van téve egy teljesen más civilizációs körnek. És a magam részéről úgy érzem, hogy ebben én nem okoztam szintén csalódást, nem lettem én soha se kommunista, se a Szovjetunió vagy Oroszország elkötelezettje. Annyira nem, hogy engem már itt mindenféle olyan dologgal is megvádoltak orosz körökből, amit majd mindjárt meg akarjuk mutatni, hogy én úgymond egy hortista vagyok, és így tovább. Hiszen ha én az ő irányukba próbálom azt megértetni velük teljes jó indulattal, hogy nem lehetnek ők se soviniszták, nem csak a magyarok vagy bármelyik más nemzet, hanem ők se, a nagy orosz népesség, mert annak nem lesz jól vége. És akkor erre megkapom azt, hogy én még a kohortista vagyok. Hát szóval döbbenetes dolgok ezek, de a magyar érdek és a magyarság szempontjából én a magam részéről teljesen nyugodtan állíthatom azt, hogy én egy igazi magyar vagyok. Hogy más mit ért ez alatt, hogy igazi, és hogy igazi magyar lehet egy ilyen életúttal, egyáltalán egy ember, az az ő baja, ha ő ezzel nem ért egyet. Tehát még egy dolgot majd megmutatok, és egyébként a magam részéről itt vége is a történetnek. Itt tehát rögtön megmutatnám ezt a bizonyos témát, hogy hogyan lettem én egyenesen
orosz ellenes hortista tiszt. Ezen a bizonyos magyarhon.wordpress.com, azaz magyarhon webhelyen, amit 2014 óta, ugye itt visszafelé megyek időben, vezetek. Itt jelent meg ez a bizonyos írás, mégpedig 2018. május 28-án, aminek a címe az, hogy hogyan lettem idézőjelbe orosz ellenes, sőt, még talán hortista is, hazánkban élő és magyarul beszélő orosz feleségek szerint. Hát gondolom, hogy ez meglehetősen izgalmas cím az előzőeket követően. Ha most csak ezt a fedőképet próbálom itt megmutatni, akkor ugye fedőképként én direkt ebből a bejegyzésből a lényeget tettem közzé. Egy bizonyos Svetlánának, akinek ott a nevét direkt nem közöltem, mert diszkrét akartam lenni, a végén már megkérdeztem 2018. május 28-án reggel 10 óra 21-kor, hogy Svetlána, ezek szerint most már nem csak orosz ellenes, hanem még talán hortista is lennék? Erre választ már nem kaptam, és hát itten kifejtem azt, hogy saját hozzászólásom 379 szót kett ki, szemben az engem Oroszország gyalázónak, zavarkeltőnek, értelmetlen vitát kezdőnek, Putyin szavait elferdítőnek, hamisítvány videót közzétevőnek, mesélgetőnek és vádaskodónak, primitív dolgot kiragadónak, félrecsúsztatónak, olyannak, akinek mélyen ül a fejében az orosz ellenes propaganda, sőt a témát silány primitív politikai propaganda felé csúsztatónak, rengeteg fordítási hibát elkövetőnek, tévesen értelmezőnek, a fordításban Putyin szavait fenyegetőnek, a trendi shits angol nyelvű propaganda szöveget megerősítőnek, végül orosz ellenesnek, sőt talán még hortistának is minősítő, magyarul tudó orosz hölgyek összesen 2340 szót kitevő tirádáival álltak szemben az én szavaimba, és a teljes diszkusza mindössze 14%-át tudtam velük szembe felsoroltatni, mert nem is akartam teljesen, hogy mondjam, letarolni őket, nem is lettem volna rá képes. De miközben az ilyen minősítései ezeknek a hölgyeknek teljesen alaptalanok. Azért tettem ezt is, akkor ezt így közzé okulásul minden magyarnak. Hogy az ő ilyen kényes témákban tett esetleges és ártalmatlan megnyilvánulás ne értelmezhessék az egész világra haragos és sértett oroszok, zárójelbe persze lehetnek azok más idegenek is a saját relációjukba tett magyar megnyilvánulásoknál, bennünket ennyire dehozasztálónak és teljesen érdemtelenül becsmérlőnek. Hiszen vegyük észre, és ez a lényeg, ezt minden külföldi éppen velünk magyarokkal érzi szinte zsigerből a leginkább megtehetőnek. Ezt azóta még inkább igaznak vélem. Egy pillanatra betekintenék magába ebbe a tartalomba. Ha valaki rákattint ugye itt ezen az oldalon erre a képre, vagy itt a címre, akkor ide kerül. És hát ugye egyes oroszok szerint a magyarok a bóvofasiszták voltak, vagy legalábbis a horti rendszer volt fasiszta. És ez utóbbi cáfolatára egyelőre készítettem egy érdemi kivonatot, a Szoclib, hát látják még egy másik ennél korábbi, a Magyar Honnál korábbi webhelyem is van, szoclib.wordpress.com, a horci rendszer jellege, két állítás innen, videóhoz hozzáfűzve, stb. Ezt ugye itt Oromsis Ignác, aki a kordi korszaknak egy neves kutatója, erre vonatkozólag használok fel néhány dolgot. Olvass el, akit ez érdekel, hogy végső soron miről is van szó. Hát itt, ami a Putyin beszédet illeti, az kérem szépen a következő volt, elindítom
сомнений кривоток. Это великая победа в Великой Отечественной войне. Потому что у каждого гражданина России в его семье есть свой герой. И потому всеобщее отвращение вызывает вот любая попытка изощренной деятельности по созданию или по переписыванию истории Великой Отечественной войны. В этой истории СССР поставлен на одну доску с гитлеровской Германией, а Красная Армия, она выступает уже не как освободитель, а как оккупант. Вот, Владимир Владимирович, вам как сыну фронтовика, кого слышите, это и видите. Сложные чувства. И это, об этом можно много говорить. Я постараюсь кратко. Во-первых, конечно, невозможно ставить на одну доску нацизм и сталинизм. Потому что нацисты прямо, открыто, публично объявили одной из целей своей политики – уничтожение целых этносов. Евреев, цыган, славян. При всем уродстве сталинского режима, при всех репрессиях, даже при всех ссылках целых народов, все-таки цели уничтожения народов никогда сталинский режим перед собой не ставил. И попытка поставить на одну доску одних и других абсолютно не имеет под собой никакой почвы. Это первое. Второе. И, может быть, не очень приятное для нас. Все-таки мы, ну не мы, а наши предшественники, дали определенный повод для этого. Почему? Потому что после Второй мировой войны мы пытались навязать многим европейским, восточноевропейским странам свою модель развития. И делали это силой. Надо это признать. И в этом ничего нет хорошего. И это нам аукается сегодня. Кстати говоря, примерно так же ведут себя сегодня американцы, пытаясь навязывать свою модель практически по всему миру. И их тоже ждет неудача. Ennek a videónak nem kevesebb, mint 1835 megtekintése volt egyébként a feltöltése óta. És itt látható, hogy még az elmúlt időszakban is, már márciusban voltak ennek megtekintései. És miért? Elindítom a videó végét ismételten. Mit is szerettem volna ezzel illusztrálni? Azt, hogy bizony a tényekkel való szembesítése bárkinek rögtön kiválthat ilyen egészen dühött reakciókat. Úgy, ha én a tényekkel szembesítem a Magyarországon élő orosz feleségeknek ezt a részét, akiről itt szó volt. Vagy pedig, hogyha a tényekkel szembesítem saját honfitársaimat. Miért lehetett ilyen reakciót kiváltani ezzel a videóval? Itt ennél a néhány Magyarországon élő orosz feleségnél. Hát kérem szépen azért, mert ők meg valahogy azt a képet alakították ki magukba, hogy úgymond hát az oroszokat csak bántják. Egyszerűen meg se értették azt, hogy Putyin tulajdonképpen mit mondott. És nagyon egyszerűen olyannak minősítették, hogy ez, amit én a Putyin szavainak a közzétételével, úgyhogy alatta magyarul olvasható a szöveg, azzal tulajdonképpen csúsztatok, hamisítvány videót teszek közzé, stb. Hogy tudnék én hamisítani egy olyan videót, ami hivatalosan látszik, hogy az orosz televíziónak az adásából készült. Hát ez már önmagában nonsens, de ennek ellenére ilyennel vádoltak.
Tehát pro és kontra az érzékenységek óriásiak. Aztán pedig, hogyha ezt még táplálja a nyugati propaganda, ami jóval, nagyságrenddel erősebben hat a fejekre, így az ukrán fejekre is, már nem csak 8 évben, hanem 31 éve, mint akármilyen orosz propaganda megmaradt Oroszországon belül, az nem olyan erős, és ráadásul megosztott, mert ott vannak nyugathívő propaganda eszközök és plénumok, akár tévéadások, amiket csak most tiltottak be, hogy egyszerűen már elviselhetetlen volt a háború következtében, hogy orosz ellenes propagandát folytatnak az országon belül. Tehát kérem szépen, ilyen időket élünk, és itt most nem fogok belemenni abba, amit az ukrán hölgy mondott, hogy megismételjem, de amit ő mondott, igenis vegyék rá lehetőleg komolyabban, mert nagyon szomorú évek elé nézünk. Köszönöm figyelmüket!